Szeretettel köszöntünk mindenkit a Communitas rovatunkban, ahol a mai napon Landi Balázzsal fogunk beszélgetni, aki a Polgári Jogi Tanszék egyetemi docense, emellett pedig, hogy a karunkon oktat, Sólyom Lászlónak a titkárság vezetője, így ezáltal az Országgyűlési Hivatal állományában főosztályvezető, tanított a Károlin is, illetve az ELTE-n is több éven keresztül, de jelenleg most már csak a Pázmányon tanít. Sok szeretettel köszöntelek, nem csak tanítasz nálunk, hanem egy pázmányos hallgatóval van dolgunk. Hogyan kerültél a Pázmányra? Igen, én itt kezdtem, bár ez a B-terv volt, tehát én nem akartam pázmányos lenni. Én nekem a vágyom az ELTE volt. Én az ELTE-re jártam felkészítőre is, és nagyon jó eredménnyel végeztem el. Írtam egy nagyon jó felvételit, első helyen az ELTE-n, ami fél ponttal volt az ELTE ponthatára alatt, úgyhogy elmentem megnézni a dolgozatot is, és elképesztően elrontották a javítását szerintem, és én ott rögtön leírtam a jegyzőkönyvbe, vagy nem tudom mibe, ahol jelezni kellett a javítási hibákat, és egy olyan bántó, elutasító választ kaptam ott helyben, hogy én azt mondtam, hogy akkor innentől kezdve nem is akarok fellebbezni, mert nem akarok idejönni. És voltak éppen csalódásként éltem meg, hogy nem az ELTE-n kezdem a jogot, hanem a Pázmányon. Annak a ma már ilyen romantikus káosz és milliójében még fönt a Ménesi úton a pácáknál. És ahogy teltek, múltak a szerintem napok, nem is kellettek hetek, én annyira éreztem, hogy jó helyen vagyok, és utána egymás után értek a sikerek, az élmények, és gyakorlatilag ahova most eljutottam, én mindent a Pázmánynak köszönhetek. Úgyhogy a Jóisten a tenyerén hordozott, és mindennek megvan az oka, úgyhogy csalódásnak indult, de valóban pázmányosként végeztem, és ennek a mai napig előnyeit élvezem. Ezután az erős kezdés után végül valóban a happy endhez érkeztünk, de azért ne feledkezzünk meg arról se, hogy mindezek után, a pázmányos karriered után, ami a tanulmányaidat illette, végül a doktorit mégis az ELTE-n végezted. Hogyan alakult ez? Ennek több oka volt, és sok rosszallást kaptam emiatt, bizonyos szempontból joggal. Én itt a Pázmány otthon lubickoltam, tehát tényleg mindenki ismert, szerintem sokan ismertek engem is már hallgatóként is, demonstrátorként több tanszéken működtem, közel OTDK-ztam, és élveztem, és elég sokat kivettem szerintem a Pázmány oktatói közösségéből, mint tudást, és a doktori iskolában valami más szerettem volna, hogy megnézem, hogy másút milyen, és az ELTE polgárjogi tanszéke az meg amúgy is nagyon kiemelkedő volt már annak idején. Harmati tanár úr, Vékás tanár úr, Kisfaludi tanár úr, ahogy csak a legnagyobbakat említsem, és én kíváncsi voltam rájuk is, hogy ők hogy adnak elő, és nyilván volt bennem valami kis gyengeség, hiúság, hogy azért visszamenni, ahova nem sikerült elkezdeni, hogy megnézem még egyszer a megerősítést, hogy jól sikerült-e. És elmentem is, és nagyon jó döntés volt az is. Mert fantasz, egy életre szóló élmények kötnek hozzá Harmati tanár úrhoz, vagy Vékás tanár úrhoz. A mai napig tart Vékás tanár úrral is a kapcsolatom, és ezek szerintem gazdagabbá tettek engem, miközben föl sem merült, hogy főállásként elhagyjam az alma mátert. Talán lett volna rá lehetőség, tanítottam is, de azt szerintem ők is tudták, hogy én pázmányos vagyok és maradok. Nekem jó volt, mindig kíváncsi voltam kitekinteni, megnézni, hogy másút hogy van, hogy van-e, amit rosszul csinálunk, lehetne jobban csinálni, van, amiben mi vagyunk jobbak, de erről első kézből legyen egy tapasztalásom, úgyhogy ezért mentem oda, és jó sokáig húztam, de végül is befejeztem. És ki a te mestered? Tudnál olyan oktatót, professzort említeni, aki különös hatással volt rád
akár itt a pázmányos évek alatt, akár az eltés doktori alatt? Igen. Nagyon meghatározó emberi élményeim vannak. Szakmailag is persze, de nyilván elsőként Zilinszky tanár úr. Az az elegancia, az a magabiztosság, az a bölcsesség, ami belőle jött, az a rálátás a dolgokra, az engem, hogy csak besétált, fölült egy asztalra, hátradőlt és mesélt, az engem megfogott. Ahogyan nagyvonalúan intézte a dolgokat, az nagyon, nagyon tetszett. Úgyhogy talán őt kell elsőként említenem. A polgárjogból megint csak sok lehetőségem volt, mert nyilván jobbágyi tanár úr, akivel két OTDK-t harcoltunk végig, aki végig támogatott, egy rendkívül őszinte, nyílt ember, aki akár a jót, akár a rosszat rögtön egy az egyben közvetíti. Lábadi Tamás, akinek megint csak a stílusa és az elmélet és a gyakorlati tudása az lenyűgöző volt, és megint csak az emberi mentalitása, a Tatai tanár úr szelítsége, vagy az eltéről nekem a doktor fáterem Harmati Attila volt, aki nemrégiben egy éve hunyt el. Harmati tanár úrhoz nagyon-nagyon sok kedves beszélgetés köt, ami messze a szakmán túl adott nekem mai napig erőt bizonyos élethelyzetekben, és hát persze utána Sólyom László, akivel 25 éve folyamatosan együtt dolgozom, mint napra nap, olyan, mintha még ma is diák lennék, tehát egy-egy rövid beszélgetés után, amit vele folytatok, utána nekem 3-4 könyvet kell elolvasnom, hogy képbe kerüljek, hogy miről is volt szó, és ők talán polgárjogból, de most, mivel állandóan a büntetőjogászokat gondolom kölcsönösen szoktuk zrikálni, nekem büntetőjogból is volt két nagyszerű élményem, és megint csak a stílus, meg az elegancia, meg a magabiztosság és az emberség. Az egyik Békés tanár úr, a másik pedig Kis Zsigmond bíró úr, szegényként ő is nemrég Isten nyugosztalja meghalt, ő akkori legfelsőbb bíróság bírája volt, és lenyűgözött a felkészültség és az emberi hozzáállása, még akkor is, hogyha büntető jogász, őket szerettem, és szerintem nagyon-nagyon jó mestereim voltak, mai napig őrzöm őket. Ki tudsz emelni esetleg akár olyan módszert, vagy olyan meghatározó hozzáállást, vagy valamilyen eszközt, amit tőlük vettél? Tehát amiről így tudod, vagy észreveszed, miközben oktatóként jelen vagy, hogy na, ez tőle jön, vagy ezt ő csinálta így, vagy fú, ezt most nagyon hasonlóan csináltam, mint ahogy ők csinálták velem. Engem két dolog az, ami talán mindegyikőjüktől eredezhet, és meghatároz. Az egyik, hogy Harmati tanár úr mondta mindig, hogy tessék gondolkodni, gondolkozzanak. Hogy ne veszünk el a részletekben, hanem lépjünk kettőt hátra, és hogy mi a dolog önmagában, mi a fő probléma, mi a fő szabályozandó kérdés, mi a cél. És utána a részletszabályok azok úgyis megváltoznak két hetente, de hogy lássam az irányt, lássam a rendszerben betöltött helyét, annak a szerepét, és akkor megértem az intézmény lényegét is. És ez a fajta gondolkodás, ez a fajta elmélkedés, és az, hogy nincs fekete-fehér, igen, nem. Ez mégiscsak a jogvilág, ez egy mesterséges világ. Hanem hogy legyél nyitott, kritikus, és ezt gondold végig. Ez talán az egyik. Ez a mai napig, hogy inkább merengek, és körbejárom azokat a jogintézményeket, amivel éppen foglalkozom. A másik pedig az, hogy önmagában nem elég a tudományos dogmatikai alaposság. Nyilván ebbe beletartozik az, hogy megnézem, hogy más nemzetek, nem csak más egyetemen, más nemzetek hogyan oldják meg.
tehát hogy ismerni kell bizonyos kérdésekben a külföldi szabályozást, hanem hogy ennek milyen létjogosultsága, hatása van a gyakorlatban, hogy működik-e, hogy vannak-e gazdasági hatásai, vannak-e társadalmi hatásai, hogyan alakul ennek a bírói gyakorlata, és hogy itt inkább fejleszteni kell, vagy inkább kritikus joghézagról beszélünk, mert hogy a polgári jog, amivel szűkebben én foglalkozom, az mégiscsak egy gyakorlati tudomány. És ez, ettől nem szabad elszakadni, hogy pusztán öncélú szabályozást lássunk, hanem ezekre az összefüggésekre erre bizony nagyon sokszor kell gondolkodnunk, hogy látja-e még a jogalkotó, hogy kik azok a jogalanyok, akiktől elvileg elvárná, hogy betartsák ezeket a szabályokat. És emiatt is fontos számodra, hogy ha lehet, akkor mindig jogesetekkel jár körbe egy témát? Ezért is, mert minden változik. Tehát én is látom magamon, hogy mennyiben vagyok más, mint a nagy tanáraim, és teljesen természetes, semmilyen kivetni valót nem lehet ebben mondani, hogy mások az utánunk jövő generációk, akiket mondjuk megpróbálunk bevonni a polgárjog rendszerében, és egészen másképpen állnak hozzá. És azt már érzékelem, hogyha pusztán dogmatikával, elmélettel jövök elő, akkor 2 perc vagy 2 mondat után elvesztem az egész előadót, vagy az egész szemináriumi csoportot, mert túl magas az absztrakciós szint. Ez ma már nem megy át, legalábbis szerintem, vagy rosszul csinálom. Hanem meg kell mutatni azt, hogy átélhetővé váljék a hallgató számára is, és hogy ez az aha élmény, hogy leesik a tantusz, hogy most erről van szó, hogy nagyon jó hangulatú a karácsonyi este, de ott igazából ajándékozási szerződések sorozatát kötjük, vagy hogy milyen a zseppénz, amikor a kis landik sorban állnak, és adjuk, hogy az milyen ügylet, amikor átadjuk. Hogy át tudják érezni, és be tudják értesíteni, hogy itt nem magas tudományról van szó, persze lehet erről is, hanem ez valóban a mindennapi élet gyakorlat. Ugye az egyik ilyen legmegrendítőbb beszélgetésem volt Harmati tanáruram, éppen a felesége halála után talán egy héttel, amikor megrendülten nyilván az élmény hatása alatt beszélt, és azt mondta ő, én azóta ezt már többször elmondtam a hallgatóimnak is, hogy Balázs, 3 legfontosabb dolog az ember életében, a születés, nyilván saját maga vagy a gyermeke születése, a házasság és a halál. És mind a 3-at a polgári törvénykönyv szabályozza. És hogy ez a, ha így mondjuk el, ha így közelítjük meg, talán sokkal inkább tudnak azonosulni vele a hallgatók, megértik, akit pedig érdekel, az persze mindig meg tudja nézni a dogmatikai mélységeket vagy összefüggéseket is. És a jogeset megoldó versenyek egyébként a Pázmányon a te nevedhez köthetőek, a polgári jogeset megoldó versenyek, illetve a mögötte levő történetek, amiket ilyenkor hozol? Igen, ott néha meg szokott szaladni attól. Én ezeket szeretem, tehát azért az egyetemi munka jelentősen megváltozott az utóbbi pár évtizedben, még az én oktatási időszakom alatt is, hogyha ezt annak mondhatjuk, és nagyon sok az automatizmus, nagyon sok a mennyiségi feladat, nagyon sok az olyan hallgató, aki ilyen-olyan okból vagy kevésbé motiváltsággal a minimumra törekszik, ez megint csak egy tendencia. Nem kell rossznak vagy jónak gondolni, ez egy tendencia, biztosan megvan a maga oka, még ha mi nem is értjük, és ehhez képest, hogyha valaki kifejezetten érdeklődik a polgárjog iránt, és örömét leli benne, és vállal érte többlet munkát és időráfordítást, az valóban öröm, mert akkor azt látom, hogy neki is fontos, nem csak nekem. És éppen a legutóbbi jogeset megoldó versenyre egy faktorálással, deviza a hitellel kapcsolatos, eléggé komplex esetet
állítottam össze, és pont a kúriáról hívtam egy tanácselnök bírót, aki ilyen ügyeket amúgy is tárgyal, és nagyon jó érzés volt hallani tőle, hogy azok a hallgatók, akik ott indultak, jó néhány ügyvédnél, akik ilyen ügyben eljárnak, sokkal, de sokkal felkészültebbek voltak. És ez nekem még nagyobb dicséret volt ott, hogy találtunk nem sokat, de azt a párat a hallgatók közül, akik ezt ki tudták provokálni egy kúriai ítélkező bíróból, hogy utána jártak, fölmértek, és becsülettel elmondták a maguk megoldását. Igen, ez szerintem, ez, hogyha csak egy ember lenne ott, akkor is megérni. Ez azt gondolom, hogy pont ez a lényeg, és ennek most új keletje van, nyilván a német és a angol szánsz területen is nagyon gyakori az ilyenfajta esetorientált jogi oktatás vagy képzés. Nagyon sok helyen ugye a beugró vizsga egy-egy ilyen feladatnak a megoldása. Lehet, hogy ez a jövő. Majd alakul. És ha már a versenyek szóba kerültek, az OTD-ket is említetted kétszer is. Talán minden szerepkört kipróbáltál már, ugye? Tehát hallgatóként voltál versenyző, konzulensként is, a mostani OTD-ken is jelen voltál, és hát a zsűriben is kipróbáltad már magad. Milyen élményeid vannak az OTD-kenről? A hallgatóként nagyon jó élményeim vannak. Ugyanúgy, még ebben változás nem történt, két évente volt OTDK, úgyhogy én kétszer tudtam indulni hallgatóként Pázmány Szimeiben OTDK-ban, mind a kétszer a polgárjogi szekcióban. Az első a személyek joga szekció volt, a második alkalommal pedig egy kötelmi jogi szekcióban. Mind a kettőt megnyertem, és hatalmas élmény volt. Tehát nekem nagyszerű volt az, hogy békehagytak, és írhattam, és egy témát kiválaszthattam, szabad kezet kaptam jobbágyi tanár úrtól. Én alakítottam, ő mindig megkritizált, és akkor valamit megfogadtam, valamit nem, és felkészültünk, és annyira élveztem, hogy egy, uralom a témát, kettő, hogy hallhatok, láthatok más hallgatókat az ország többi helyéről, hogy ott hogy ittyeg a fityeg, hogy náluk mi a színvonal, és hogy hogyan készülnek. Ezek engem mindig fascináltak. Ezek nagyon jók voltak, még akkor is, hogyha maga, különösen az első, az egy dedikáltan szörnyű alkalom volt, amikor kicsi másodéves hallgatóként. Én voltam a legfiatalabb talán a csoportban, nem is volt talán. De akkoriban Pázmánynál ez amúgy is, mert ugye én a második évfolyamon voltam, tehát harmadik volt a legnagyobb. Tehát ott szegény ember vízzel főz alapon. Csupa fiatalabb, alsóbb éves hallgató ment az OTDK-ra. Így én is bekerülhettem a csapatba. És Miskolcon volt egy ilyen lélektelen, lépcsőzetes előadóban, én előadtam a dolgozatomat, egész jól sikerült, bár nem volt hókusz-pókusz, powerpoint és prezi meg egyebek, de előadtam, és utána kaptam egy miskolci oponenciát egy hölgytől, aki a keresztüzet levette rólam, hihetetlenül, vehemensen, nagyon irritáló hangszínen rikácsolva mindent, de mindent lehordott a sárga földig, úgyhogy én egészen elszégyeltem magam, hogy ennyire rossz dolgozatot írtam, és egy nagyon, nagyon félős, de hát írtam pontokat, tehát egy cáfolatát adtam, hogy szerintem ez sem így, meg az sem úgy, és egy viszonylag visszafogott választ adtam. De ezt jobbágyi tanár úr nem hagyta annyiban, aki a hátsó sorban, mint kiderült közben, beérkezett az előadásom végére, és hallotta viszont a teljes opponenciát, és amikor a zsűri föltette, hogy van-e valakinek kérdés a dolgozathoz, akkor jobbágyi tanár úr egy diszkrét krákogással fölállt, és hogy hát ő neki lenne, és utána nyilván jó szándékból, és nyilván a saját hallgatóját megvédve, ő is lehordta a sárga földig a miskolci opponenciát, aminek már talán a
hatodik, hetedik mondatában, amit ő teljesen őszintén és jó szívvel mondott, nyilván az én védelmemben, ez a miskolci kollégina sírva fölpattant a helyéről, hatalmasan durrant a szék, amikor fölcsapódott, és zokogás közepette sietve fölfelé távozott a teremből. Miközben Jobágyi tanár folytatta ugye a vádbeszédét vagy védbeszédét, és előtte ment el ez a kollégina, a Jobágyi tanár pedig letolta a szemüvegét, és hogy kár, hogy így siet a kollégina, még nem fejeztem be alapon. És a következő szürreális kép, ugye, hogy én mentsem a menthetőt, mert hát ezek után nyilván én nem kaphatok semmilyen értékelést a Miskolci Egyetemen rendezett OTD-ken, hogy a Miskolci oponást zokogva elkergeti a konzulensem. Ezért emlékszem, hogy kint az előadó előtt, ott voltak ilyen pihenő helyek, és én ott vigasztalom a miskolci zokogó, még mindig zokogó kislány, és ezzel együtt mégis megnyertem azt a szekciót. Ez egy rémálom, ez a mai napig eszembe jut, és én kafkai regénybe illő folyamként látom, hogy történnek egymás után az események, de ez ezzel együtt jó volt. Ezzel együtt jó volt. Azóta nagyon sok minden változott az OTD-kán is, és nem tetszik. Tehát én mind a két dolgozatomat, már nem tudom a karaktereket, én tudom, hogy a 80 és 120 oldal között írtam, mert annyi kell. És most rőfre mérik már ezt is, és szigorú határok vannak, hogy 40 oldalnál több nem lehet, vagy 100 ezer karakternél talán ez a határ, pontosan nem tudom. És ez nagyon kevés. És ez nagyon kevés, és pont azoknál ugyanaz mondom, hogyha, mint a jogeset megoldásnál, az a kevés ember, aki ezt vállalja, és lelkes, azokat nem szabad skatujákba szorítani, hanem ilyen meg tegyen társadalomtudomány, vagy gazdasági kitérőket, indokolja meg, hogy miért, mi meg olvassuk végig azt a 100-120 oldalt, mert ez a fajta 40 ezer, vagy 40 oldalnyi terjedelem szerintem méltatlan. És nem alkalmas arra, hogy egy egyébként egy kellő rálátással még nem látó, nem bíró fiatal kutató meg tudja ezeket húzni. Tehát én sokkal inkább szeretném, és igen, látom a zsűri munkáját, az, hogy formalizálódnak a felületek, a bírálatnak minden szakmányban és szabványok szerint zajlik. Én ezt nem szeretem, mert szerintem pont azt öli ki, amitől egyedi, amitől olyan sajátosan megvillannak benne a képességek és lehetőségek, de ez is változik. Az, hogy én nem szeretem, az egy dolog, ez még nem biztos, hogy rossz, de nekem kezdi elveszteni azt a fajta sajátosságát, vagy azt a egyediségét, az, hogy sokfajta karaktert, sokfajta munkát, írást tudok összevetni, az már nem jön, és látom a dolgozatokon is, hogy nagyon sok dolgozat már nálunk is eleve úgy készül, hogy előbb nézzük meg az értékelési szempontokat, és az alapján állítjuk össze, ami egy rendkívül praktikus és haszonelv megközelítése a kérdésnek, sem baj vele, csak számomra nem ez volt. Tehát itt már ebben gondolkodunk, hogy eleve pontozás meg értékelés, és nem abban, hogy valaki talál egy jó témát. A kettő nem feltétlenül zárja ki, csak nagyon figyelni kell ennek az egyensúlyára. Nagy dolog, hogy ennyi évtized után is még működik ez a rendszer, és majd nyilván lesz következő módosítás is, és bízom benne, hogy föl fog maradni. Akár a te szakmai munkádat nézzük, a kutatásaidat, akár mondjuk ezt a szerepet, hogy mondjuk zsűritagként olvasol a dolgozatokat, szerinted a tudomány és a humor összefér? Gyakran látok nálad olyan címeket, amiben valami szójátékkal élsz, vagy valami olyan ismerős elemet egy másik köntösbe bújtatsz, ami által ilyen kreatív megfogalmazása lesz. Persze a kreativitás nem feltétlenül a humor, de hogy ez jutott eszembe, hogy szerinted ez a kettő megfér egymás mellett. Hát ha nem, akkor bajban vagyunk. Megint most Zlinszky tanár urat is emlegessem. Ugye mi alapvetően értelmiségi pályán vagyunk. By the way, jogászok, de alapvetően értelmiségiek vagyunk, sőt, ugye mi vagyunk elvileg a katolikus értelmiség egy meghatározó része. És ebben egy kis szelvény az, hogy mondjuk tudunk pár jogszabályt, vagy pár ezer jogszabályt. Ehhez
ehhez kell egy társadalmi, egy teológiai, egy gazdasági, egy szépirodalmi, egy történelmi, vagy egy politikai olvasottság és kitekintés, mert nem önmagában, hanem a társadalomban, a többi tudományban ágyazottan élünk, dolgozunk, ugye nem egy csont, elefántcsont toronyban. Úgyhogy igen, én nagyon sok felé szeretek kalandozni, és olvasni, és gyűjtögetni, és én mindig örömmel fedezem föl, nyilván saját nagyságomon elámulva, hogy milyen jópofa kapcsolódások jönnek ki, és ezek szerintem kicsit kevésbé szárazzá teszik, bár hogy ugye Thomas Mann-t idézem, ugye csak az nem unalmas, ami alapos, de ebbe belefér az is, hogy kitekintek más részekre is, mert mozog a kukac. Hát ugye, hogy a terminus technikust használjuk, azért ezt én szeretem, és ez fontos, hogy ezt mindig érzékeljük, érzékeltessük, és másokban is fölkeltsük az érdeklődés, hogy nézzen utána, ugye, hogy beszélek egy idősebb akadémikussal, és jó hangulatú beszélgetés, de én közben egyfolytában azon izgulok, hogy el ne áruljon, hogy most sem tudom, hogy miről beszél, meg most sem tudom, hogy miről beszél, és utána rohanok haza, írom föl a füzetembe, és akkor tudom, hogy még azt is el kell olvasnom. És hát, ha valaki ezek után megnézi azt, amire talán utaltam, vagy nem utaltam. Úgyhogy igen, a humor, az önirónia az fontos része szerintem. Nem a jogi és a tudományos, hanem úgy általában az életnek. Korábban is említetted ezt az élményt, hogy valaki beszél hozzád, először Sólyom Lászlót említetted, és hogy akkor utána mész haza, és utána nézel annak, hogy miről is volt szó. Nyilván ez a folyamatos tanulást, ezek szerint nem csak a jó pap, de a jó jogász is holtig tanul, viszont ez a fajta folyamatos megújulás, ez hogy van jelen itt a Sólyom Lászlóval való munkádban? Egyáltalán hogy emlékszel vissza arra az időszakra, amikor ő köztársasági elnökként dolgozott, és milyen élményeid vannak ebben a közös munkában azon túl, hogy ezek szerint folyamatosan tanulsz tőle? Hát ugye, Sólyom László itt tanított a Pázmányon pár éven át, amikor Kölnből hazajött, vitte a doktoriskolát, aztán volt egy furcsa összehasonlító alkotmányjogi és magánjogi intézet is, illetve talán még egy évig a polgárjogi tanszéken is, vagy magánjogi intézetben, azt hiszem így hívtuk annak, ő itt dolgozott, és voltak éppen mindenki számára egy titokzatos, de nagy, hatalmú és tudású ember volt ő, jártam óráira, de csak úgy, mint a többi hallgató, és a második OTDK-n, amit szerintem a Pázmány rendezett emlékeim szerint, amin én indultam, ott keresett meg, mert olvasta a dolgozatomat. És voltak éppen ez a kapcsolat is innen indult, hogy tanár-diák kapcsolat, aztán utána ez formalizálódott más módokon, a doktoriskában, az OTK-ban, az akkreditációs bizottságban, aztán vitt magával az ügyvédirodába, és ott kialakult egy kapcsolat közöttünk, és amikor megválasztották köztársasági elnöknek 2005-ben, akkor ugye én izgultam, hogy mi lesz, és én nem tudtam közben, mert velem nem beszélt, hogy ő már beszélt akkor a rektorral másnap, és kikért tőle. És én ezt utóbb tudtam csak meg, hogy elkért. Én pedig csak azzal a feltétel vállaltam el, hogy a tanítás megtarthatom, és hogyha órám van, akkor órám van, és hogy én nem utazom, amikor csak lehet. És ezt tudtam is tartani, mert talán 2 vagy 3 órám maradt el összesen az 5 év alatt, amíg az elnökség tartott, és ez egy hatalmas iskola volt. Tehát ezt is csak a Pázmánynak köszönhetem, hatalmas iskola volt az, hogy megnézni, hogy egy állam hogy működik, az, hogy készülnek törvények, hogy milyen társadalom, gazdasági mozgások vannak. Nagyon csúnya időszak volt politikailag, de voltak benne felemelő, szép, máig élő emlékek, és ezeket abszolút első kézből éltem végig. Nagyon-nagyon gazdag volt, és persze pusztított is, tehát miközben én
én ott éltem, és nem utaztam, amikor lehetett, nem utaztam, de így is volt olyan, hogy én nem utaztam el, és másfél hétig nem találkoztam a családommal. Úgyhogy ki nem tettem a lábam Budapestről, mert hajnali 2-3-kor hazamentem, lezuhanyoztam, amit kellett. Intéztem, kikészítve, átöltöztem, és mentem vissza. És másfél hétig volt a leghosszabb időszak, hogy nem találkoztam a saját gyerkőcökkel, meg a feleségemmel, mert olyan szintű időszak volt. Tehát tényleg nagyon intenzív volt, és nagyon sokat gazdagodtunk belőle, de éreztem a torzulást. Még nem tudtuk, hogy lesz a második ciklus, vagy nem lesz. Én akkor már, de már mindenki tudta, hogy véget fog érni, és én az előző, tehát a 2010-et, meg az a 2009 valamikor decemberében én bementem elnök úrhoz, és mondtam, hogy független attól, hogy most lesz-e második vagy ciklus, vagy nem lesz, én nem szeretnék vinni még egy ciklust, mert éreztem, hogy nekem sok, mint hogyha egy búra alatt nőne, és szükségképpen befolyásolta a személyiségemet, aminek nem örültem. Úgyhogy erre biztos alkatilag is kell születni, akik ezt hosszabb időszakon keresztül megélik, mert éreztem, hogy az az 5 év nekem jó. Aztán úgy alakult a sorsunk, hogy amúgy sem lett második ciklus. És akkor ez is egy érdekes dolog volt, ugye, hogy azóta is tart a kapcsolat Solyom tanár úrral, és hogy mindig újabb és újabb tartalommal megtölteni, ami egy nagyon nagy kihívás, és itt jött be a Málta, itt jött be a Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége, a családok támogatása, a Hospice Alapítvány, és számos olyan jogtól, hála Istennek, nagy távolságra lévő program és kérdés, vagy a 300 szegény település program, amik megmutatják, hogy hát messze jogon túl is van élet, és értelmes tevékenység, lehetőség. Úgyhogy ez egy nagyon gazdag időszak, ami megint csak szerintem egészen halálomig el fog kísérni élményként. Most éppen abban a fázisban vagyunk, amikor még lehet a felvételi sorrenden módosítani, minden egyetem azt próbálja elérni, hogy az ő egyetemére jöjjenek a középiskolások. Te viszont azt mondtad egy előzetes beszélgetésben, hogy fontosnak látod azt, hogy ezek az egyetemek, különösen akár a polgári jogi tanszékek a különböző egyetemről együttműködjenek, hogy valami fajta szakmai együttműködés megjelenjen a mindennapokban, ami pedig pont nem azt erősíti, hogy egyébként ezek az egyetemek hogy konkurálnak egymással. Hogy néz ki ez a mindennapokban, vagy mit értesz ez alatt, hogy ezek a tanszékek összedolgozzanak? Végletesen szembe kerültek az egyetemek egymással a szabályozás, a normatív finanszírozás kapcsán szó szerint versengünk kényszerpályán a hallgatókért, és ez mindegyik fél oldaláról kompromisszumokat követel meg. Megint csak nem baj, ez egy tény, helyzet és leírás. És ebből szükségszerűen adódik, hogyha verseny, akkor van helyezett első, második, harmadik, tehát rangsor is. És itt egyetemeket rangsorolnak, és én ezt már annak idején is egyre kevésbé tartom legitimnek, hogy egyetemeket mérjünk össze, mert szerintem ezek nagyon heterogének és összemérhetetlenek. Sokkal inkább lehet mérni mondjuk tanszékeket, és kisebb szervezeti egységeket, ahol a profil az nagyjából és szükségképpen azonos, vagy legalábbis hasonló. És ezért én nagyon hálás voltam megint csak a pázmányos éveknek, hogy valahogy akkor annak idején nekünk hallgatóként sokkal több időnk volt szerintem, mint a mostani hallgatóknak, és mi már akkor kialakult egy gyakorlat, én próbáltam ezt újraéleszteni, nagyon-nagyon nehéz, hogy havonta, két havonta elmentünk egy másik polgárjogi tanszékre, legyen az Pécset, Szegeden, Miskolcon vagy az Eltén, és közös tanszéki diákköri ülést tartottunk, ahol meghallgattunk egy-egy itteni, egy ottani hallgatót, egy-egy itteni, egy-egy ottani oktatót, és utána volt egy esti mulatság, ami még jobb volt, és beláttunk az ő életükbe, hogy ugyanazok a problémák, kicsit másképpen közelítenek, és ez nagyon-nagyon jó volt. Én ugyanez motivált bennem, amikor az Eltére visszamentem PhD-zni is, hogy lássuk, és nyilván mivel én kiléptem, én nekem élő kapcsolatom alakult ki, és a mai napig is nyilván
az ELTÉ-sekkel, bár tanítottam a Károlin is 2 évet rögtön a végzés után, és láttam, hogy nagyjából ugyanazon a pályán futunk, mert nem lehet. És jó, ha más nem csak panaszkodni egymásnak, kollégáknak, hogy nálatok is ez van, nálunk is ez van, hogy lehet ezt másképpen csinálni. Nem biztos, hogy az jobb megoldás, de hogy más is gondolkodik rajta is, és ez szerintem erősödik. Ez szerintem erősödik, mert a Polgári Oktatók Társasága, a PÓT konferencia, ami most már 20. vagy 30. évfordulóját tartja, nem, talán 10., nem is tudom, de valami kerek évfordulója, épp most volt Miskolcon a PÓT-nak egy ülésén pár hete, de kialakult a Magánjogot Oktatók Egyesülete, ahol évente rendszeresen összeülünk, találkozunk, fiatal, idősebb generáció is, és eszmét cselünk, és arcot nyernek a cikkek, a publikációk, kiderül, hogy őnek is van egy kedves gesztusa, milyen humoros, és kialakul az a szakmai párbeszéd is kapcsolat, amely sokkal jobban működik, hogyha van mögötte egy személyes kapcsolat. Úgyhogy igen, és begyűjtöttem ugye az összes voltaképpen magánjogi akadémikust is, hogy legyen kapcsolat, és hogy jöjjenek, és szívesen vegyék, ha mondjuk záróvizsgabizottságra hívjuk, vagy egy hazai konferenciára hívjuk. Ezek szerintem fontosak, és ezek előbb-utóbb, hát nem is nyomják háttérbe, mert láthatóan a mennyiségi és normatív szabályozás azért az itt fog maradni velünk jó ideig, de képesek kialakítani egy párhuzamos szempontrendszert is, ami megint segíthet mondjuk egy ilyen választásban, hogy emberi gesztusokat, stílust, hangnemet közvetít, és nem csak a puszta számokat, ami néha nem mutat meg mindent, mert a számadatok alapján az én felvételi nem volt elég jó az ELTÉ-re, a stílus alapján viszont ők nem voltak elég jók nekem. És aztán hála Istennek a sors ez utóbbira adott nagyobb nyomatékot és elégtételt összességében. Ez a fontos, ez az emberi kapcsolat, ami a tudományos kapcsolat mögött van, és a hallgató meg be fog jönni, és hogyha nem érzi jól magát, akkor pedig innen üzenem, hogy akkor tessék váltani. Tehát olyan átjárhatóak a rendszerek, szintén mennyiségi és szakmány szerint gyártott tematikák szerint kell tanulnunk, hogy akkor át lehet menni kellő időben, vagy meghallgatni, vagy egy erre volt már a mi időnkben is, most meg különösen az Erasmus és egyéb programok, hogy tessék menni, tessék megnézni más helyeket. Tessék megnézni, és nyitott lenni, és gyűjteni az impulzusokat. Az rendkívül fontos a plánami szakmánkban. A vizsgaidőszak és a zárói vizsgaidőszak szakaszát éljük most, lassan vége lesz a tanévnek, de azért még benne vagyunk. A polgári jogot hogy kell tanulni? Tudsz-e valami tanácsot adni azoknak, akik akár az évvégi vizsgáikat csinálják, akár a záró vizsgájukra készülnek most vagy később? Van-e valami fondorlat e mögött, amit meg lehet osztani? Azon kívül, hogy gondolkodjanak a hallgatók. Hát semmi, amilyen gyorsan, könnyen, ilyen instant porszerűen el tudnék hinteni, ilyen nincs. Nagylányok, nagyfiúk, mindenki nyilván sok tapasztalattal háta mögött, önismerettel, mindenkinek kialakul majd a módszere. Van, aki ezt szereti, van, aki azt szereti, nincs szerintem általános jó tanács. Nyilván olvasni kell, és pont a polgári joga az, ami szerintem nem tanulható gyorsan. Hagyni kell, hogy lehessen a tantusz, hagyni kell, hogy beírjenek dolgok. Meg lehet tanulni, nyilván szó szerint az a legegyszerűbb is bemagolni, és lehet, hogy észre se veszük, hogy nem érti, de hogyha pont megint előjövök a jogesetekkel, vagy a gyakorlati példákkal, akkor már nem biztos, hogy működik ez a fajta automatizált, formalizált tudás. És azért érdemes erre időt hagyni, ugye ez a különösen pusztító a polgári jogban, hogy még hogyha az egyes vizsgákat ugye polgári jogból
7,5 évet tanítunk, ha jól emlékszem, a főkollégiumokban, és akkor vannak a kötválók még. Ha még egy-egy fél évet túl is lehet én akár egész jó eredménnyel, automatizált, formalizált ismeretekkel, ami sics úgy kimegy, én is így tanultam a büntetőjogot, de az a kínos vele, hogy visszajön majd a záróvizsgán. És az viszont nagy kaland. Az viszont tényleg nagy kaland, mert hiába nem kollokviumi részletességgel, de akkor is nagyon nagy dogmatikai, egy nagyon nagy rendszert kéne helyén kezelni, úgyhogy legalább az alapfogalmak, de az alapfogalmakban is rengeteg van, a helyén csücsülnek, és ha azt már nem lehet formálisan megtanulni. Tehát az a baj, hogy ott már az kevés, az nem működik, ott már muszáj, hogy valami rendszer legyen a fejben, valami lehessen, valami megélt tudás legyen, és aki ezt ott kezdi el, az ki fog futni az időből. És ezért kell megdolgozni az előtte lévő 7 évben, és hogyha azok a vizsgák nem sikerülnek, én szerintem semmi baj nincsen vele, majd sikerül másodjára, harmadjára, ilyen van a közgázon, van a műegyetemen, vannak ilyen mumus tárgyak, Landitól függetlenül is. Ez nem baj, ez pont azt a célt szolgálja, hogy inkább ott a kis lépéseknél haladjon meg fontoltan az ember, hogy a végén az áruvizsgán ne legyen nagy dráma. Na most, hogy ez így van-e vagy nem a mi esetünkben, az egy másik kérdés. Erre majd most fogunk talán meg válaszokat kapni, mert az a meggyőződésem, hogy az új rendszer szerint, akik már a gyakorlatiasabb, apró lépések szerint végezték az utolsó 5-6 évben a polgárjogot, azok zökkenőmentesen mennek át a polgárjogi záróvizsgán. Inkább azokról beszélünk, akik hát 5-6, 7-8, 10 éve szereztek abszolutóriumot az egyetemen, és ilyen-olyan okokból csúsztatják folyamatosan az záróvizsgáikat, az ő számukra ez valóban rendkívüli feladat, és az ő számuk pedig számos, tehát kétszer annyian vannak, mint a egy éven belül abszolváltak most már, és ezek elbillentik általában a vizsgaeredményünket itt a záróvizsgán. Miattuk indítottunk ugye külön felkészítő kurzust ebben a fél évben, remélem meg lesz az eredménye. Nem tudom, sok-sok kitartással, sok-sok apró munkával kell készülni, és föl kell adni azt az igényt, hogy mindent meg lehet tanulni. Nem kell mindent megtanulni, tényleg ez nem a maximumról szól, hanem inkább megérteni a rendszer, de ez azt hiszem nehéz apró pénzről váltani a felkészülésnél. Mindenki járja maga útját. Ha valakinek minden esetre sikeres lesz, vagy ha nem lesz sikeres a záróvizsga és a vizsgai időszak, akkor is jön a nyári szünet, ami rád is érvényes, illetve neked most egy hosszabb szünetet következik. Mindenképpen beszéljünk most itt az interjú végén arról, hogy egy egyéves szabbatikum az, ami vár rád. Mi fog történni ez alatt az egy év alatt? Milyen terveid vannak? Hát ez már nagyon régóta húzódik. Én már egy-két éve igyekszem ellógni egy kutatói évre, csak valahogy az adminisztratív feladatok ezt sosem tették lehetővé, és most akkor úgy éreztem, hogy a sarkamra állok, és mindenféleképpen elmenekülök, mondtam, hogy vagy megkapom a kutatói févent, vagy akkor fizetés nélküli szabadságra megyek, mert ki van találva ez a rendszer, hogy így 7-8 évente kell egy kis távolságot tartani a napi munkától. Úgyhogy én most éppen zárom le a dolgokat, és nagy-nagy lelkesedéssel készülök már. Több mindenben Komáromi tanár úrral egy közös könyvet írunk, az a nyár és a kora ősz. A ősszel én szeretném a kártérítési felelősséggel kapcsolatos könyvemet befejezni, ami most már 4 éve nyugszik a fiókomban félkész állapotban, de most már nagyon összeállt, és szeretném befejezni, és indítanék két képzést a jogi továbbképzőben, egy orvosi jogit, amit őszre kell összeállítani, és az úgy jövő ősszel elindulna, és azt úgy szépen össze szeretném állítani, és a nagy szerelmem
amiben szintén indulna egy szakképzés, és ahhoz írnék egy nagyobb lélegzetvétel könyvet, az lenne ennek az évnek a végén, remélhetőleg többé-kevésbé. Ez a halál, a természetes személyek és a jogi személyek halála, és az ezzel kapcsolatos szabályozás, áttekintése, ami azért foglalkoztat, mert nem olyan régen láttam az egyik német egyetemen, de talán már talán Pécsett is van egy olyan startup szakjogász képzés, ahol az ilyen ötletelvűn induló fiatal cégekkel kapcsolatos jogi kérdéseket szabályozzák, és én meg pont azt mondanám, hogy akkor milyen jó pofa lenne egy stop-in szakjogász, hogy kell meghalni, mert halni tudni kell, legyen az egy társasház, legyen az egy gazdasági társaság, vagy egy személy, hogy fölkészülten szabályozzuk, mert hogy a három fontos dolog közül az utolsó a halál, amit a polgári jog szabályoz, meghatározó részt, és ezzel kapcsolatosan akár öröklési jogi, megint Zlinszky tanárulat említeném, aki azt mondta, hogy az öröklési jogot a legutoljára kéne tartani, mert az a legfontosabb minden polgári jogban, és hogyha meg akarok érteni egy másik ország polgári jogászat, akkor az öröklési jogi rendszerét kell megnézni, abban kicsiben benne van az egész. És abban olyan fontos dolgok vannak, beleértve a hospice-t és az egyebeket, az eutanáziát nyilvánvalóan, a mély magzatot, az abortusz kérdését, ahol ráadásul szerintem éppen a katolikus gondolkodásnak és értékrendnek különösen nagy jelentőség, sőt egyre nagyobb jelentősége lenne akár csak a kegyeleti jogok kapcsán. Arról pedig nem beszél, hogy a haszonelvű szabályozás is teret kapjon, hogy mindannyian érintettek vagyunk a témában. Mert nem tudjuk a napot és az órát, de eljön. Hát most pedig az interjúnak a vége jött el. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, ezt a sok hasznos gondolatot, és hát reméljük, hogy ez a sok terv, amiről beszéltél most, ezek mind-mind, vagy ha nem is teljesen, de mondjuk 75%-ban megvalósulnak, úgyhogy ehhez kívánok neked sok sikert az elkövetkezendő egy évre. Köszönöm szépen én is. Köszönjük, hogy velünk tartottatok. Mindenkinek jó pihenést kívánunk a nyára. Ez volt az idei tanév utolsó Communitas interjúja, de szeptemberben újra találkozunk. Sziasztok!